Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt a Parallaxis női dimenziók, az MD Media X-kromoszómás podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallaxis női dimenziók első adása, a mikrofonnál Francia Réka. A nők és az alkotás viszonya az idők során igen sokszínű és változatos volt. Történelmileg gyakran hátrányos helyzetben voltunk és kevesebb elismerést kaptunk, még ma is számos társadalmi és strukturális akadály nehezíti az egyenlő esélyeket. A nők kreativitása és tehetsége, érzékeny látásmódja azonban továbbra is inspiráló. Az alkotásról beszélgetünk első műsorunkban, amelyben szeretettel üdvözlöm elsőként Kassa Magdit. Szia Magdi! Sziasztok! És táncer Franciskát. Szia Franciska! Szervusztok! Arra gondoltam, hogy első témaként arról beszélhetnénk, hogy kinek mi jut eszébe elsőként, ha az alkotásra gondol. Mi a szerepe az alkotásnak a hétköznapi életben szerintetek? Az alkotás az annyira összetett témakör, tehát annyira gyűjtőnév, hogy nehéz csak úgy magáról általánosságban az alkotásról beszélni, mert az alkotásban beletartozhat a rajz, a festés, a film, a zene, annyi minden, hogy hirtelen nem is tudnám felsorolni az összes lehetséges ágat, ami ez beletartozhat. Hát még az írás nem is mondtam. Tehát. De minden, amit valahogy létrehozunk, amit megálmodunk, és valamilyen szinten a valóságunkba hozunk, szerintem az alkotás. És akkor így nagyon tágon értelmeztem ezt a fogalmat. Igen, igen, abszolút egyetértek. Azt gondolom, hogy van egy ilyen funkcionális alkotási mód, amikor használati tárgyakat alkotnak az emberek, és nyilván van az, amit művészetnek hívunk, ami egyfajta ilyen önkifejezés. És ugye nyilván, ha valaki az alkotásra gondol, én azt, ugye az átlagember, akkor feltételezem, hogy a művészetre gondol elsősorban, és mondjuk a festészetre, zenére, rajzolásra, de hát az alkotásban és a művészeti ágakban nagyon sok minden más is beletartozik. Hát, a művészetekről szólva, ugye általában mindenkinek a korábban említett képzőművészet jut általában eszükbe, viszont érdekesség, mivel nekem egyből a táncművészet és a jégkorcsolya jutott eszembe, hogy például egy jégkorcsolyázás közben is milyen bonyolult mozdulatokat kell megtenni egy műjégkorcsolyázónak, de egy akármilyen hasonló eset is lehet műalkotásként és alkotásként értelmezhető. Hát igen, elmondhatjuk, hogy az alkotás egy ilyen önkifejezési mód. Illetve hát nekem még az is eszembe jutott, hogy régen például már az ősember is festett a falra, de az annak inkább ilyen spirituális oka volt. Az volt az oka, hogy sikeres legyen a vadászat, feltételezhetőleg. Tehát ő ugye nem csak önkifejezés, de hogy mellette régebben azért ennek volt egy nagyon erős spirituális vonulata is. Lehetséges, hogy van, aki ma is ugyanezen okból alkot, például ugye vannak ezek a tanka festmények a buddhizmus kapcsán, van is egy ismerősöm, aki kifejezetten ilyen tankákat fest, hát gyönyörű szépek is, és ez például kifejezetten a mai napig egy ilyen spirituális célzatú festészet. Hát ugye az alkotásnak lehet célja is, tehát hogy ez nem öncélú maga az alkotás, de hát van azért különbség a között, hogy iparművészet, meg képzőművészet mégis. Igen, abszolút. Legalábbis különbséget tesznek közte. És sok mindent ki lehet fejezni iparművészeti dolgokkal is, attól függetlenül, hogy az annak van használati értéke is, nem csak díszítő Igen. funkciója. Tehát minden alkotás, nagyon jót mondott Franciska a tánccal, mert ugye a tánc is az alkotások közé tartozik, hiába nem egy kézzel fogható dolgot hoznak létre, hanem egy performance-t, és az is egy alkotás.
Nektek mi volt az első ilyen meghatározó találkozásotok bármilyen alkotási formával, és esetleg specializálódtatok-e valamilyen irányba? Hát, hogyha arra gondolunk, hogy mi volt az első, amit én magam létrehoztam, hát nyilván az óvoda, és az ottani rajzolás. Egyébként arról van egy történetem, mert így emlékszem rá, hogy az óvodában is egy picit másképp rajzoltam, mint a többiek, tehát így legalábbis az óvónéniknek feltűnt, én visszanéztem az óvodáskori rajzaimat, mert szerencsére anyukám megőriztek jó párat, és így nem tudom, hogy nyilván egy pedagógus az jobban így észreveszi a gyerekeknél, hogy valaki másképp gondolkodik, vagy másképp rajzol, de azt tudom, hogy az enyémet valamiért kiemelték, pedig hát óvodás rajz. És amikor jött az óvodába egy ilyen, hát olyan, mint a tanfelügyelő, nem tudom, hogy hívják az óvodába, de szóval aki ilyen nézi a gyerekeknek az oktatását, és oda hívtak engem, hogy rajzoljak a tanfelügyelő néninek valamit, és azért hívtak oda, mert hogy különleges volt, amit csináltam. Én meg megijedtem, hogy valamit nem jól csináltam, mi az, amit gyereknél rögtön, hogy valamiért kiemeltek, az biztos nem jó, és ezért, amikor így rajzoltattak velem, én tökéletesen le tudtam básolni ezt, amit a többiek csinálnak, és ezért olyat csináltam, amit a többiek szoktak. És így nézett rám az óvónéni, hogy de te nem így szoktál rajzolni, olyat rajzolj, amit szoktál. és hogy ez már egy ilyen dolog, hogy az ember be akar simulni a többi ember közé, és nem akar kiemelkedni, pedig az alkotás az pont kiemel, tehát minden, ami ilyen teremtés, az kiemel a többi ember közül, mert valami egyedit hozok létre, és az már eleve más, mint ami a többieké. Úgyhogy ezzel kellett szembesülnöm. Ez tényleg nagyon érdekes, igen, hogy elvileg önkifejezés, és a saját hangunkat próbáljuk valamilyen módon, akár rajzformájában, vagy írás, vagy zene, vagy tánc, vagy bármilyen módon kifejezni, de mégis azért vannak dolgok, amik kapcsán így inspirálódunk más alkotóktól, és valamennyire a nyomukban járunk, meg hatással vannak ránk. Úgyhogy ez egy érdekes kettősség ebben. Tényleg. Hát igen, egy önkifejezés is, mint egy önkifejezés, tehát, hogy benne van az ember az alkotásában, ezért egyfajta felelősség is, mert tulajdonképpen az ember beengedi a többi embert a gondolataiba az alkotáson keresztül, és ez hát egy megnyílás a másik emberek felé, és nem biztos, hogy úgy fogják értelmezni, ahogy az ember szánja, és ez is egyfajta ilyen félelem az alkotóktól, hogy befogadják-e azt, amit ő csinál. Igen, ez a tipikus, mire gondolt a költő. Igen, és gondolta a fene. Igen, igen, igen. De ez egy érdekes élmény volt nekem is, akár az irodalom kapcsán, hogy mire gondolt a költő, vagy a művészettörténet kapcsán, mert én ugye ezt nagyon szeretem, hogy látunk egy gyönyörű műalkotást, de hogy abban igenis vannak attribútumok például, vagy költői eszközök az irodalom kapcsán, amitől például mondjuk az ősz az elmúlásnak a szimbóluma, tehát hogy ránézel egy költeményre, ami az őszről szól, de hogyha érted a nyelvezetet, azt a úgymond titkos, idézőjelbe titkos nyelvezetet, akkor rá fogsz jönni, hogy egy csomó más rejtett üzenete is van, és még többet fognak mesélni ezek az alkotások így. Franciska, neked mi volt a meghatározó élményed? Hát őszintén szólva, nekem is nagyon hasonló, mint Magdinak, mivel velem is a rajzolással kezdődött, és ráadásul pont óvodában, hogy az óvónénik is felfigyeltek, hogy hát ő valahogy mást tud, mint a többi. Nagyon sok rajzpályázatra küldték el a kis aranyos firkáimat, de én mégsem éreztem azt, hogy ezek annyira különlegesek lennének. És igazából ez folytatódott még általános iskolában is bőven. Viszont ez a folyamatos kitűnés ellen az mindig bennem volt, hogy bújjak a többiek közé, és hogy minél jobban hasonlítsak a többiekre. És kifejezett példám is van erre, amikor 10 éves voltam, akkor énekórán a tanárnő kitalálta, hogy énekkari válogatót tart, ezért a teremben körbeültünk, és mindenkinek egyszer el kellett énekelnie az Érika szőlőt, és így ment körbe a tanárnő, és mindenkinek az énekét meghallgatta, és én kitaláltam, hogy
úgy kell énekelnem, ahogyan még sohasem, és a leghamisabban, legfarsabban, hogy minél inkább beilleszkedjek a többiek közé, mivel az volt a fejemben, hogyha én énekkarba kerülnék, akkor ott az emberek látnának, és elég nagy részt vett az életemben az önbizalom hiány, szóval én nagyon nem szerettem volna énekkarban lenni amiatt. Viszont tulajdonképpen ez az ének, és úgymond így a zenével összekapcsolva, ez egy nagyon meghatározó művészeti élményé vált számomra. Érdekes, hogy tényleg mind a kettőtöknél ez volt, hogy nem szeretnétek kitűnni, de mégis a tevékenységetek alapján kitűntetek a sorból. Igen, én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy én titokban szeretnék híres lenni. Hát igen, ezt megértem, azért ez stresszes, meg kicsit félelmetes is, hogyha az ember kitűnik a sorból. Nekem egyébként nem az óvodában fedezték föl ezt a rajztehetséget, hanem az általános iskolában. És ott a rajztanárnőnk hívta fel a figyelmet arra, hogy nekem a rajzolás az elég jól megy. Úgyhogy a középiskolát már egy alkalmazott és képgrafikusi szakon kezdtem. Hát az első meghatározó élményem az tényleg talán ez volt, hogy általános iskolában a rajztanárnőm egyszer csak ugye azt mondta, hogy ez a kukoricáról készült rajz, ez mennyire jól sikerült, és először néztem rá úgy a képemre, hogy ez akár valami értékkel bír ez a rajz. Egészen addig én nem gondoltam a rajzolásra úgy, pedig egyébként akkoriban ugye a Sailor Moon láz volt ilyen hatalmas dolog az általános iskolában, és nagyon sokszor rajzoltam Sailor Moon figurát, a saját szórakoztatásomra ilyen kis mesefigurákat, de én nem gondoltam erre soha úgy, hogy ez most bármilyen értéket képviselhetne bárki másnak, ez teljesen a saját szórakoztatásomra történt. Ez kicsit olyan, el szoktam választani, hogy van egy ilyen belső alkotási folyamat, amikor én lerajzolom azt, vagy leírom azt, ami éppen mozgat, ami éppen foglalkoztat, és van egy második szakasz, amikor már azon gondolkozom, hogy esetleg megmutassam-e másnak, akkor kicsit aszerint variálok rajta, vagy módosítom, hogy még szebb legyen, még jobb legyen, de aztán mindig eszembe jut, ugye, hogy nem másoknak kell megfelelni, hanem ugye nyilván az a fontos, hogy engem kifejezzen. Tényleg nagyon érdekes kettőség, és ezt a mai napig érzem ennek a hatását magamon. Aztán később a középiskolában, annak ellenére, hogy ugye grafikusi szakra jártam, az irodalom az, ami jobban megfogott, illetve a művészettörténet. Ugye a művészettörténet azért, mert lenyűgözött az, hogy én ránézek egy szoborra, de hogy az mennyivel többet tud nekem mesélni, ha én ismerem a szobor, vagy épület, vagy festményelemzésnek a szempontjait, és azt a fajta nyelvrendszert, jelrendszert, amit ők ugye használnak, amitől még több jelentést kap egy ilyen műalkotás, ez nagyon lenyűgözött, és ez ugyanúgy igaz volt az irodalomra is, tehát verselemzéseknél, és hát olyan történetem nekem is van, hogy egész 4 évem alatt a magyar tanárnőm nem figyelt fel arra, hogy mennyire van tehetségem ehhez, ugye a műelemzésekhez. Aztán csodálkozva jött oda, hogy az érettségén egy ilyen összehasonlító elemzés volt a feladat, és hogy ez nekem sikerült a legjobban az évfolyamban. És tényleg ilyen csodálkozva közölte ezt velem, mintha ő ezt így abszolút nem gondolta volna, vagy nem vette volna észre. Pedig hát voltak jelei, de hát ugye azt gondolom, hogy a tanárok sajnos túlságosan túlterheltek ahhoz, hogy ezt ugye észrevegyék. Aki művészettel foglalkozik bármilyen ágban, annak valahogy van érzéke a többi művészeti ághoz is valamilyen szinten, mert valami olyan érzékenysége van, amivel a többi művészeti ágat is talán jobban érti. Nem biztos, hogy mindegyik egyformán van tehetsége, de hogy érteni jobban tudja, az biztos. Tehát, hogy tényleg így szerintem nagyon sokan vannak, akik rajzolnak, de az irodalmat szeretik, a zenét szeretik, a filmezést szeretik. Tehát az valami olyan érzékkel, ami így összefügg, tehát nem tudom. És egyébként nagyon, akkor veled is nagyon párhuzamosan folyt az életünk, mert hogy én is művészeti középiskolába jártam, tehát én grafikus szakon végeztem, és aztán rajztanári szakra mentem, illetve rajz és média tanári szakra mentem, és tanítottam is művészettörténetet. Esti gimibe felnőtteknek, amik külön kihívás, de jó volt egyébként.
és azóta is szeretem a művelemzéseket, amúgy meg hogy az irodalomhoz meg legyen közöm, hogy irodalmi szövegeket szoktam szerkeszteni, úgyhogy... Ó, ez nagyon jó. Ahhoz is van. De a Franciskának a zenei tehetségét is kiemelhetnénk, meg a filmművészethez való kapcsolatát, ami szintén az alkotással kapcsolatos. Nem tudom, mennyire nyúljak vissza mélyre, de nekem is voltak hasonló tendenciáim még általános iskolában, hogy én is majd művészeti középiskolában tanuljak tovább. Viszont az utolsó előtti pillanatban meggondoltam magamat, és végül spanyol két tannyelvű szakon kötöttem ki. Viszont spanyol tanulás közben sem adtam fel a művészeti vonalat, mert például emlékszek, hogy sokszor voltak hasonló kérdések, hogy kinek mi a kedvenc tantárgya a középiskolában, és én voltam mindig az egyetlen, aki azt mondta, hogy hát nekem az ének, a rajz, etika, média, irodalom, és bármi, ami nem a reál tárgyakhoz tartozik. Tudtam, hogy ha befejezem a középiskolát, akkor nekem művészeti irányba kell tovább haladnom. Éreztem, hogy nekem ez az az út, amit járnom kell. Viszont egyetlen problémám volt, hogy nem tudtam eldönteni, hogy végül is mit válasszak, mivel ez is érdekelt, az is érdekelt, amaz is. Így nagyjából mindegyik a képzőművészeten belül volt, viszont ahogyan korábban is már volt említve, már 14 éve zenélek, és ezt a kettőt nagyon jól össze lehet kötni egy ifjú művészeti ágban, amire nemrég figyeltem fel, legalábbis pár éve. Ráadásul pont középiskola végén a pályaválasztás előtt, hogy a filmművészet az, ami tökéletesen egybevegyíti az audiovizuális élményeket, és ebben össze tudom kötni a művészetek iránti szeretetemet, mint hogy a képzőművészet és a zeneművészet is egyszerre tud érvényesülni, akár az esztétikával és a többi művészettel együtt. Amint felfigyeltem erre, a tanáraim elkezdtek engem bíztatni, és ők próbáltak engem arra ösztökélni, hogy ne adjam fel az álmaimat. Szóval tulajdonképpen nekik köszönhetően jutottam el a filmszakra egyetemen, szóval nagyon hálás vagyok nekik. Igen, a tanároknak hatalmas szerepe van abban, hogy az ember végül merre indul el, ez abszolút így van, és nagy a felelősségük is. Úgyhogy tényleg áldás az, hogyha az embernek egy olyan jó tanára van, aki lelkiismeretes, és tényleg fontos neki, hogy kiaknázzák a diákjai a tehetségüket. Úgyhogy ez nagyon szuper, hogy mind a kettőtöknek így egyengedték ilyen szempontból, vagy elindították az utatokat. Amit még egyébként elfelejtettem mesélni, hogy ami még szintén nagy hatással volt rám, még tinédzserként találkoztam a szerepjátékkal, nem tudom, hogy melyik őtöknek ismerős, oké, mind a kettőtöknek. Annak kapcsán kezdtem el először nekik ilyen életrajzokat írni. Nagyon hamar, ugye a szerepjáték kapcsán ugye megtanultam kicsit így a karakterek helyébe képzelni magamat, a gondolkodásmódjukat átvenni. Ez nagyon sok mindenben segített egyébként a kommunikáció fejlesztésében is. És hamar eljött az igény, hogy akkor én igazából saját történeteket alkossak saját karakterekkel, és innen kezdődött az írás szenvedélye, és hozzá kell tennem, hogy nekem például ez egy menedék is volt, egy terápia, és ezt ugye nem említettük eddig még, hogy maga az alkotás az lehet terápiás szándékú is, és tényleg nagyon jó hatása van az emberre. Én speciális egy egészen másik ilyen mentális állapotba kerülök, mintha alfában lennék, amikor rajzolok, vagy írok, vagy bármi hasonló módon önkifejezem magamat, mert az behelyez egy ilyen békés pontba, tényleg nagyon, nagyon sokat segít az embernek a lelki állapotán, hogyha kiadhatja magából, akár az írás szempontjából, akár a tánc szempontjából, hát az is ugye egy annyira energikus valami, ott is szerintem nagyon jól le lehet vezetni, például mondjuk a feszültséget, vagy tényleg akár a rajzolásban ugye terápiásan kiadni magunkból bármilyen olyan problémát, ami foglalkoztat. Úgyhogy számomra még ez volt nagyon-nagyon lényeges elem, hogy gyógyuljak
benne ebben az egész tevékenységben, alkotási tevékenységben. És Magdi, te merre specializálódtál végül így az alkotás területén? Ahogy Franciska mondta, hogy annyi minden érdekelt egyszerre mindig, hogy én mindent csináltam egyszerre mindig. Onnantól kezdve, hogy mondjuk ugye a középiskolát, mint mondtam, hogy így grafikaszakon végeztem, de főiskolán a rajzszakon tanultam, de közben filmes klubot vezettem, amiben filmelemzéseket csináltam, tehát így önszorgalomból felkészültem filmeknek az elemzéséből, és akkor levetítettem őket, akkor még nem lehetett minden filmhez hozzáférni, nem voltak még streaming hálózatok, meg ilyesmi, úgyhogy az egy élmény számba ment, hogy valamilyen filmet valaki valahol levetített egy filmklubban, és jöttek is rá a főiskolások, és nekik tartottam előadást, meg néha hívtam külsős vendégeket filmes témákban, úgyhogy ott is volt egy ilyen filmes szerelem is. Meg egyébként főiskolán volt egy időszak, mert én tanultam a média szakon belül videótechnikát, meg forgatókönyvírást, meg ilyesmit, és én operatőr akartam lenni nagyon sokáig. Én nagyon abba voltam szerelmes, ami szintén egyébként összefügg valahogy a grafikával, mert a képkivágás, a komponálás, meg ilyesmi, meg ott is, hogy hogyan tudom kifejezni, amit szeretnék csak a képekkel, az azért összefüggésben van ezzel. Ebbe az irányba mentem, aztán újságíró lettem a főiskola után, és filmkritikákat is írtam egyébként. Úgyhogy megmaradt ez a része, de mindig, nálam mindig ilyen kettősség volt, mert én egyszerre szeretek írni, meg egyszerre szeretek rajzolni. És hogyha az egyik volt a főállásom, tehát hogyha mondjuk újságíró voltam, akkor már állandóan grafikáztam. Hogyha grafikus voltam, akkor megírtam. Tehát ezt nem tudom szétválasztani ezt a kettőt, hanem ez mindig ilyen párhuzamosan folyik. Pedig egyébként mennyire más az eszköztára ennek Igen. a két dolognak. Tehát ugye írásban teljesen más módokon tudsz hatni az olvasókra, és ha valamilyen képi anyagot gyártasz, akkor is teljesen más eszköztárral hatsz a nézőkre. Ott ugye nyilván ott vannak a színek, a formák, a ritmus, lendület, tehát inkább a szemre, mint érzékszervre hat az ember, de amikor ugye írunk, akkor a szavakkal kell valahogy ugyanezt a hatást elérni. Ugye ez egy nagyon-nagyon izgalmas. Egyébként pont most volt egy rajzomhoz írtam novellát. Egy rajz, ami korábban megszületett, így elgondolkodtatott, és írtam hozzá egy történetet. Pedig hát ugye mind a kettőt én alkottam, de mégis az egyik inspirálta a másik. Ez nagyon jó. Úgyhogy van ilyen, hogy amikor az ember önmagát is inspirálja, és igazad van, mert másképp fejezem ki azt, amit szeretnék a rajzban, mint az írásban. És ezért jó ez a párhuzamos vonalaknak a futtatása. Egyébként meg így folyamatosan képzem magam ezekben is, tehát képzőművészeti kifejezésekben, meg ilyesmi, tehát önkifejezésben, mert hogy így érdekel, tehát hogy így még ezt szeretném megtanulni, még ehhez még hozzá akarok tenni. Úgyhogy például olajfestészetet is tanultam, azt 4 évig egy festőművésztől, Berencsi Attilától, és annyira más világ volt az is, hogy egy olajfestmény. Az olajfestmény sokkal lassabban készül, mint mondjuk egy grafika. Leülök a grafikát megrajzolni, akkor azért egy pár óra múlva lesz valami. Az olajfestés meg a türelem művészete, tehát hogy akár fél évig festek egy festményt, és lassan készül. Viszont akik alkotnak, és úgy ti is, tudjátok, hogy amíg alkotsz, addig benne vagy abban a dologban, tehát egy másik világban vagy. És azért az olajfestésnek van egy olyan jó tulajdonsága, hogy mivel fél évig is festek egy képet, ezért a fél éven keresztül benne vagyok ebbe a világba. Egyébként az íróknak lehet ilyen, amikor egy regényt írnak és hosszan írják, hogy benne vannak folyamatosan abban a világban, vagy a színészek, amikor egy színdarabot újra meg újra játsznak, akkor benne vannak folyamatosan abban a világban, na ilyen. És így sokkal jobban átélem azt, amit csinálok, és jobban beleteszem magam mondjuk egy olajfestménybe, mert hosszabban tart a folyamat, és hosszabb a megszülése, és a végén a katarzis is egyébként nagyobb, amikor elkészül, mert valahogy úgy ott abban benne vagyok teljesen, és az a szeletem az sokkal jobban megmutatkozik. Uh-huh. Igen, igen, és ráadásul ott a végeredmény, amire ha bármikor ránézel, akkor neked ott lesz az egész fél évnyi világ igazából, mint emlék neked benne lesz.
És akkor most eszembe jutottak egyébként ezek a bizonyos homokmandalák, amiket csinálnak a szerzetesek, hogy nem tudom hány, mennyi ideig, milyen hosszan akár egy évig csinálják, és utána elsöprik az egészet. Mert ugye ennek egy ilyen szimbolikus jelentősége van, hogy az út a fontos, hogy az út a fontosabb, és az a többet nyilvánvalóan, és nem a végcél, a készmű. Ezt például írás kapcsán kellett nagyon komolyan megtanulnom, hogy türelmetlen vagyok magammal, és nem szeretem, hogy olyan lassan írok, és lassan haladok vele, de mégis próbálom tudatosítani ezt, hogy az út a lényeg, és a folyamat, miközben én írom, és ott vagyok a szereplőkben, ott vagyok a cselekményben, közben sokat tanulok, akár maguktól a szereplőktől, helyzetektől, akár az írás technikáról, hiszen gyakorlással tanul az ember, hogy én is egyébként úgy gondolom, hogy életem végéig fogom ebben is képezni magam, mint minden másban, tehát én nem hiszek abban, hogy el lehet érni egy végső állapotot, amikor na, én kész vagyok, én most már tökéletesen írok, és nem kell tovább tanulnom, vagy tökéletesen rajzolok, és nem kell tovább képeznem magam. Én hiszek abban, hogy a fejlődés és a tanulás az élet értelme, és én ezért gondolom, hogy sosem jutunk ennek a fejlődésnek a végére, és ez így van jól. Képregényeket is rajzolok, és azt hát több évtizede. És hogy van olyan képregény sorozat, aminek az elején teljesen más stílusban rajzoltam. És volt róla szó mostanában, mert hogy így a forgatókönyvet is Magyar Sándor írja nekem általában a forgatókönyvet, de 90%-ban biztos, hogy ő írta a forgatókönyveimet, hogy adjuk ki a régi képregényeinket, tehát így összefűzve, tehát egy ilyen visszatekintő kötetben. De hát, hogy más stílusban volt az eleje rajzolva, és én arra gondoltam, hogy de az nem baj, hogyha más stílusú az eleje, mert az látszik, hogy egy fejlődési folyamaton ment keresztül, és igazából én nem szégyellem azt, hogy az elején teljesen másképp rajzoltam, vagy a közepén, vagy most, mert hogyha nem lenne benne ez az a fejlődési folyamat, azt szégyelném. Nem ezt, hogy közben változott a dolog, mert csak azt érdemes csinálni, amiben az ember fejlődhet. Ha nem fejlődhet valamiben, akkor így elveszt az érdeklődését. Én szobrászattal keveset foglalkoztam, de a főiskolán, mint rajzszakosnak kellett ugye azzal is foglalkoznunk, és mintázással foglalkoztunk. És nekem a legelső mintázásom az egy koponya volt, mert ugye ezt adták ki, és annyira jól sikerült, hogy így a szobrásztanárom az így azt mondta, hogy hát megalkottam a tökéleteset is, és hogy mennyire jó, és annyira féltette, hogy jó lesz-e, meg mondta, hogy ki kéne égetni, hogy majd ő kiválja, mert ugye kiválják az agyagszobrokat belülről, hogy az égetés során ne maradjon benne levegőbuborék, mert akkor úgy föl tud robbanni, és hogy majd ő megcsinálja, nehogy elrontsam a kiváljás közben, meg ilyesmi, és az érdekes, hogy én elvesztettem az érdeklődésemet innentől a szobrászattal kapcsolatban, hogy az első munkámmal megalkottam a tökéleteset, és innentől fogva valahogy nem érdekelt annyira ez a művészeti ág, hogy ezzel foglalkozzam. Ez furcsa, tehát hogy nem az a jó, hogyha rögtön elsőre valami jól sikerül, mert akkor hova fejlődjek? Most ez beképzeltségnek hangzik, de nem az. Tehát, hogy persze, nem ad hozzá pluszt. Pedig nyilván lenne, mert mit tudom én, mármány szobrokat nem tudok faragni, vagy nem tudom én, tehát lehetett volna abba is fejlődni, most nem ezt mondom, csak furcsa volt, hogy ebbe én nem éreztem onnantól fogva akkora kihívást, hogy ebbe az irányba menjek tovább. Persze, hát az ember akkor fejlődik, ha úgy érzi, hogy valamilyen kihívás elé tudja magát állítani. Igen. Franciska, neked volt olyan bármilyen alkotási forma, ami kihívást jelentett, megugortad, és fejlődtél abban a dologban, és ez volt az izgalmas benne. Igazából mindegyik alkotás, amit eddig valaha csináltam az életemben, kihívás volt, mivel ezt a kihívást tulajdonképpen motivációként is felfoghatom, hogyha így állok a dolgok elé. Legyen akár ez egy A3-as rajzlapon készült csendélet, egy új partitúra kigyakorlása, vagy a tanulmányaimhoz kapcsolódó kisfilmek készítése, akkor is mindegyik folyamat során küzdöttem, és néha nagyon-nagyon sokat kellett harcolni, és főleg magammal, viszont megérte, mivel rengeteget tanultam a kialakult helyzetekből, és a végén megjött a várt eredmény, amire
egy kicsit büszke is lehettem magamra. És tudsz esetleg ilyen konkrét példát mondani, hogy mi volt, ami kifejezetten megmaradt, hogy ott azt a kihívást te megugortad, és nagyon büszke voltál magadra miatt? Hát konkrét példaként az imént is említettem a kisfilmeket, és talán pont az első kisfilmemet mondanám, ami ekkora büszkeséget adott nekem, mivel nagyon sok új helyzettel szembesültem, és a napokon átvágott kisfilmet, amikor végre először láthattam, az felért számomra egy sárkány legyőzésével, és tulajdonképpen az az öröm, amit akkor éreztem, az most is folytatódik, és folyamatosan motivál, hogy jó irányban haladok. Viszont az is felmerült bennem, hogy én ezt tulajdonképpen magamnak csinálom-e, vagy másoknak, és a film és maguk a művészetek is azok önmagukért lennének-e. Ezzel kapcsolatban is nem tudom, hogy magamat fejlesszem azért való, hogy magamat lássam újabb helyzetekben, vagy miért érezzem azt, hogy muszáj lenne ezt megosztanom másokkal. És tulajdonképpen ilyen értelemben mi a funkciója a művészeteknek? Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, tényleg. Én is ugye írói oldalról szoktam ezen gondolkodni, hogy írónak nevezheti-e magát valaki, akinek nincsenek olvasói. Rendezőnek hívhatja-e magát valaki, akinek senki nem látta a filmjeit. Talán az is fontos kérdés, hogy magunkat minek tartjuk. Nyilvánvalóan van egy hivatalos elnevezése a dolognak, talán hivatalosan akkor aggathatnám magamra az író címkét, hogyha lennének olvasóim, lenne kiadott könyvem is, és adott esetben van az a szerencseér, meg megtiszteltetés, hogy sikeresnek, jónak találják az olvasók és a kritikusok is. De hát nyilván elsődlegesen azt a célt kellett meghatároznom, hogy számomra mit jelent az írás, és hogy én mit szeretnék ezzel elérni. Ha nekem elegendő az, hogy én önkifejezek, és mondjuk amatőr maradok, és egy netes felületre kiteszem az írásaimat, és ott megosztom emberekkel, nyilvánvalóan azzal a kontextussal, hogy ez egy amatőr alkotás, tehát valószínűleg nem lesz tökéletes, és lesznek benne hibák, de ha mondjuk egy szűk közönségnek ettől még tudott adni valamit, és tudta őket szórakoztatni, ez nekem már egy remek dolog lenne, és ez is egy olyan cél lenne, amivel én meg lennék elégedve. De mégis ugye adódik a kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember tényleg egy adott művészeti ágnak egy képviselőjének tartsa magát. Tehát, hogy most mások mondják róla, vagy ő egyszerűen alkot, és akkor ő már az. Tehát, hogy ez egy tényleg egy érdekes kérdés. Nem tudom, hogy nektek erről mi a véleményetek. Hát ez érdekes kérdés, hogy a befogadótól válunk alkotóvá, vagy az alkotástól válunk alkotóvá. Igen, én szeretném hinni, hogy az alkotástól válunk alkotóvá, mert ez egy egyszerű tény, hogy alkotunk dolgokat. Csak hát van ennek ugye egy ilyen hivatalosabb nézete is, amikor már szakmabeli elismeréseket is kap az ember több irányból. És egyébként mit gondoltok, mi lehet az alkotásnak a jövője? Ugye, mint tudjuk már, az Emmy az elég sok területre betört, most már zenét is komponál, történeteket is ír, képeket is alkot sokkal gyorsabban, mint mondjuk ahogyan egy olajfestmény elkészül, és akár most magamból indulok ki, egy sokkal színesebb, szebb, vibrálóbb képet rak össze, mint amit én mondjuk akár egy vagy két napi rajzolással össze tudnék hozni, mert teszem hozzá egyébként egy kicsit lusta is vagyok, tehát én általában fekete-fehér képeket készítek, és ritkán szánom rá magamat arra, hogy akkor kidolgozzam színekkel. Úgyhogy az Emmy eléggé előnyben van velem szemben is akár, de igazából magukkal a hivatásos grafikusokkal szemben is előnyt élvez ilyen szempontból, mert már arról is hallottam, hogy sajnos vannak, akik az Emmy-hez fordulnak, mert olcsóbb, mint mondjuk egy grafikust felkérni. Hát nem, hogy olcsóbb, hanem hogy egyelőre ingyen. Igen, ingyen. Ennél olcsóbb nem tud lenni. Igen. Nagyon sok dolgot felvet az Emmy használata, hogy például, amit az Emmy elkészít, az kinek a joga. Tehát, hogyha mondjuk azt publikálja valaki, akkor az ő alkotása-e, mert ő írta a promptot, ami alapján az Emmy alkotott valamit,
vagy az senkié se. Na most, hogyha senkié se, akkor nincsenek jogai, tehát ha valaki utána azt így elveszi és felhasználja, akkor lehet-e rajta követelni, hogy azt én csinált, én alkottattam az emivel. Tehát ez még nincs igazán szabályozva, mert még annyira új dolog, hogy ezt még nem tudják. Igen, ráadásul a neten fent lévő képekből dolgozik, tehát akár olyanokból is, amiket már tényleg valaki megalkotott, rajzott esetleg, és akár abból az adatbázisból is nyer ki olyan elemeket, amit aztán felhasznál. Ugye ez igen, csak elvileg visszakövethetetlen, mert annyira sok helyről veszi ezeket az információkat, hogy valójában, hogyha mondjuk egy képkeresőbe beteszik, akkor attól még nem lehet felismerni. Tehát, hogy nem fogja megtalálni a képkereső, hogy ez ebből az alkotásból készült. Hát nehéz ez, mert, és az, ugyanígy tényleg az írás, a hang, de hát lassan ugye emivel tudnak például feltámasztani, és idézőjelben színészeket, hangokat, tehát el tudnak játszatni velük dolgokat, akik már nincsenek köztünk. Ezek is ilyen nagyon furcsa jogi kérdéseket vetnek föl. Meg erkölcsi elvi kérdéseket. Erkölcsit is, igen. Hallgattam már több ilyen előadást egyébként, mert a másrészt meg mivel újdonság azért érdekel, hogy mi felé megyünk. Vannak ilyen elképzelések, hogy milyen szakmák azok, amikre hatással lesz az EMI. Elvileg mindegyikre, de hogy melyikre jobban. Nyilván az alkotó szakmákra talán jobban befolyással van. De hát már nagyon sokan használják, tudományban is használják az EMI-t, tehát hogy akár feltesznek neki valamilyen kérdést, és akkor ő több információ alapján ezt elemezni tudja például, vagy nagyon sok helyen tudják használni, aminek ugye van haszna is, meg vannak ilyen hát aggályai is. Másik az, hogy az EMI az néha nagyon meggyőzően tud butaságokat is mondani, ami ellenőrizhetetlen, de ugye az ember használt már ilyen ChatGPT-t, akkor tudja, hogy nem mindig, tehát hogy kettővel néha osztani kell, vagy négyjel, vagy hattal, amit mond, mert néha nagyon meggyőzően próbálja eladni azt, amit nem, tehát így kitalál. De mindenképpen válaszol, és nem biztos, hogy az a válasz az teljesen jó. De aztán néha meg egészen okos dolgokat is tud mondani. Hogy még azt akartam mondani, hogy az egyik előadáson hallottam, de biztos, aki már az EMI-vel bármilyen szinten találkozott, ha ezzel a mondattal már találkozott, és ezen nagyon sokat gondolkodom, hogy milyen tartalma van, hogy ugye azt szokták mondani, hogy nem az EMI veszi el a munkádat, hanem valaki, aki tudja használni az EMI-t. Tehát a jövőkutatók is ezt mondják, hogy nem az lesz, hogy minden munka most már megszűnik, és csak az EMI lesz, hanem lesznek olyan emberek, akik ezeket tudják majd programozni, kezelni, használni, és mindenképpen kell majd mindig hozzá az ember, aki ezt tudja használni. Hát a sci-fi filmek ennél sokkal pessimistebb. Ugye attól még, hogy az EMI elkészít egy képet, attól még az hozzá kell nyúlni ugyanúgy, mert például vannak ilyen hatújú emberek, meg kicsit olyan érdekes a háttér, tehát az ember megnéz bármilyen mondjuk ornamentikát, amit az EMI készít el, egy kicsit jobban ránagyít, kicsit jobban ránéz, egyszerűen látszik, hogy olyan katyvaszos és átláthatatlan, tehát olyan álomszerű, olyan érdekes, tehát hogy azért ezekhez még ugyanúgy hozzá kell nyúlni, mint ahogy mondtad a ChatGPT-nél is, hogy néha nagyon furcsa dolgokat mond, ami nem stimmel, ez igaz a képekre is. Tehát én olyat is láttam már, hogy valaki EMI-t használ egy alapképnek az elkészítéséhez, aztán ő még arra rádolgozik, és akkor azt mutatja meg végül, mint saját alkotást, ami megint érdekes kérdéseket vet fel egyébként, hogy akkor most ezt ő tekintheti-e saját alkotásának, vagy nem. Kötelessége feltüntetni, hogy használt hozzá EMI-t, vagy nem. Franciska, neked mi a véleményed? Találkoztál-e bármilyen területen az EMI-vel, a te specifikációid, vagyis hogy a te speciális területed kapcsán? Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy még soha nem használtam a ChatGPT-t a tanulmányaim során, mivel igazából tényleg elég hasznosnak bizonyult a vizsgák előtt több mint 100 oldalas olvasmányokat röviden összefoglalni, viszont sokszor valami teljesen más is becsúszott. Azonban szerencsére nekem is a választott pályámnak a legfontosabb eleme a valóság megörökítése emberi érzelmekkel, valódi emberekkel, és hát a tudomány még nem fejlődött annyira, hogy ezt teljesen átvegyem. És tulajdonképpen abban is bízok, hogy
nem fog minden területet felszámolni az MI, és lehet, hogy szerény állom, bár remélem, hogy az MI egy ponton meg lesz fékezve, és nem engedik, hogy az emberi alkotás és az emberi lény elveszem a gép által generált adatok között. Mivel az emberiség történelme során is az emberi érzések és tettek voltak azok, amik követték az életüket, és nem a gépek, amik csak olyan nagyon rövid ideig voltak az emberi faj létezésének idejéből. Tehát igen, nincs mégiscsak szellem a gépben. Tehát ugye az emi az mindig információkból fog dolgozni, és nem abból a belső, úgymond spirituális énből, és nem önkifejezésre fogja az emi használni ezt az egészet, hanem az ember mindig beír valamilyen kereső szavakat, vagy valamilyen specifikációkat adagol be neki, ami alapján ő kiszámol, ő. Tehát ez nem egy érzelmi indítatású valami az edménynél. És ez az a lényegi különbség, amiben igazából sosem fogja tudni szerintem felvenni a versenyt. Úgyhogy én is azzal értek egyet, hogy párhuzamosan ez valószínűleg megmarad, lesznek területek, ahol mondjuk hasznos lesz, és lerövidíti a munkákat, vagy gazdaságosabbá teszi az életet, és lesznek olyan területek, amikben ő nem tudja majd helyettesíteni az embert. Hát valószínűleg, amikor megjelentek a fénymásolók, meg ilyesmi, akkor is felvetődhetett. Most ezt már egyszerűsíti a dolgot, de felvetődhetett, hogy jaj, fénymásoló, akkor azzal lehet másolni az alkotásokat, és akkor most már így nincs szüksége erre, hogy valaki megcsinálja kézzel, vagy nem tudom, vagy akár a könyvnyomtatást nézzük, hogy a könyvnyomtatásnál ugye nem kellett többet kézzel másolgatni a könyveket is, és hogy így elvette, de inkább teret nyitott egyébként a könyvnyomtatás, meg szélesebb körhöz eljutott. Jó, nyilván van az emberben egy félelem az új dol, hogy mibe fog belefolyni, de hát ha megtaláljuk azt az utat, amivel nem elvesszük a dolgokat, hanem ahogy Franciska mondja, hogy nem a képi alkotás lesz, ami fontos, hanem az emberi alkotás, és emiatt meg kell, hogy maradjon az is, az a rész is. Legfeljebb bizonyos területeket tud az emi majd birtokolni, és könnyebbé tenni esetleg, de maga, az emberi dolgok azoknak, annaknak meg kell maradniuk, mert emberek vagyunk, és embereknek alkotunk, és emberek a befogadók, és emberektől tudnak emberek befogadni. Tehát nem lehet az, hogy az emi alkotásait emberek fogadják be, vagy akkor az emi alkotásait az emi fogja befogadni, és azt tudja értelmezni. Az meg már tényleg sci-fi. Valószínűleg, amikor az emi ugye már a neten lévő képekből dolgozik, és készít új képet, akkor már sanszor a saját képeit is felhasználja újra valamilyen módon, tehát végül is az emmit már saját magát használja. Bár mondjuk, hogy az emmi, ő nem tud befogadó fél lenni egyébként. Ő adatokat dolgoz fel, tehát ugye az emberi befogadása az alkotásnak az, hogy átélem, átérzem, gyönyörködök benne, szépnek tartom, mond nekem valamit, inspirál, megihlet. Tehát, de az emmi ilyesmire nem képes. Ő adathalmazként kezeli ezeket a műalkotásokat. Én is ezt gondolom, hogy nem tudja teljesen átvenni az emberi, sőt, nem tudja átvenni egyáltalán az emberi tényezőt, az emberi szerepet. Tele vannak ugye érzelmekkel az alkotások, ezeket sem, én úgy gondolom, hogy nem tudja visszaadni azokat az igazi érzelmeket. Most, ha írna egy történetet, egy regényt, valószínűleg abban sem, én nem hiszem, hogy vissza tudná úgy adni az emberi működést, az emberi léleknek a működését, hogy az hiteles legyen. Dramaturgiai alaplépéseket valószínűleg be lehetne táplálni belé, tehát ugye ezt az alap dolgot, ezt az alap cselekményívet ezt ő végig tudná vinni, de az emberi léleknek azok a finom rezdülései, azt szerintem nem lehet adatokból megtanulni, vagy akár az emberi psziché működését nem lehet adatokból megtanulni. Akkor mindenki profi pszichológussá válna, és minden problémát meg tudna oldani, bármivel is fordulnak hozzá, hogyha ez ilyen egyszerű lenne. Igen, ami veszély, hogy ugye, amit említettél, hogy vannak benne olyan dolgok, ami felismerhető, hogy emi alkotta. Tehát, hogyha valami olyan furcsa benne, ami
Én nekem mindig ez az érzésem, hogy valaki valamit beletett, hogy ne legyen tökéletes, mert akkor meg aztán tényleg végig. Mert hihetetlen számomra, hogy mondjuk egy arcot a simán meg tud alkotni, de egy kész fejet meg nem. Ugyanolyan összetett dolog az arc, mint egy arckifejezés például, mint a késznek az áldása. Nekem ez nagyon furcsa. Ez érdekes, mert én is néztem több képet is, és nem csak a kezek egyébként ilyen hatújúak, hanem néha a lábfejek is eltűnnek, vagy három lába lesz az illetőnek, de olyat is láttam már, hogy a háttér az, ami nagyon furcsa volt. Volt egy régens korszakbeli Emmy által generált kép, és akkor ott volt a lovaskocsi a háttérben, de hogy egy kereke volt, és hogy a lovaskocsi nézett előrefelé, a kereke meg oldalra. Ezt sem tudta úgy összerakni, hogy ez egy működőképes valami legyen, tehát ez nem csak a kezeknél egy bág akkor ezek szerint, hanem a háttér szempontjából is. Tehát érdekes, hogy az arcot az nagyon jól megy neki, de a többi az kicsit olyan furcsa, és álomszerű, és megfoghatatlan sokszor. Meg már-már komikus. Igen. Bár azért vannak olyan dolgok, hogy mondjuk fotókat tesznek föl, és még nekem is el kell gondolkodnom, hogy valódi-e a kép. Tehát most már nagyon sok helyen ez is az EMI veszélye, hogy nem hitelesek a képek, mert nem tudhatja az ember, hogy nem egy EMI-vel készítették-e. Pláne olyan emberről, akiről mondjuk nagyon sok kép van fönt az interneten, annak sok forrása van. Őróla ugye minden oldalról, minden, hogy vannak fönt képek, és akkor abból nagyon jól össze tud rakni egy hamis képet, amit mondjuk úgy táplálnak be, hogy rakd ilyen helyzetbe. Igen. És ugye fotó, tehát hogy, pláne, hogyha kéz nincs rajta, akkor nagyon hihető képeket tudnak készíteni. És hát jó, vannak ilyen viccesebbek, mint például láttam egy képet, az mondjuk még tetszett is, mert így vicces volt, hogy Leonardo és Mona Lisa egy fotón, és a háttérben ott van a Mona Lisa festmény, és annyira jól meg van csinálva, de hát nem létezett fotó még akkor. És az ember csak akkor, aki azért, hogy várj, nem létezett még a fotó. Tehát, de jól néz ki a kép maga, tényleg olyan, mint hogyha egy ilyen életkép lenne éppen a műteremből. Azért most már nagyon sok dolgot így nagyon meg kell kérdőjelezni az embernek, amikor meglegy. Mert régebben azt mondta, hogy Photoshop volt. De hát azt észrevetett, hogy Photoshop. Igen. Vagy legalábbis aki foglalkozik ilyesmivel, az azért könnyebben meglátta talán, igen, ha nem tudtak olyan tökéleteset. Hát most már az EMI az igen-igen bele tudja simítani a valóságot a nem valóságos dolgok közé. Igen, és én hallottam is egy olyan Emmy generálta modellről, akinek van Insta profilja, és nem kevés követője is. Tehát ugye most már ide is eljutottunk, hogy tudják, hogy Emmy, de attól ennek még van közönsége, és van, aki ezt nézni fogja, követni fogja, lájkolni fogja. Úgyhogy ez is egy érdekes irányba visz el. Lehetnek majd később akár ilyen Emmy generálta influencerek is. Japánban például van az a kis hosszú cofos figura, nem tudom, hogy ismeritek-e, Hatsune Miku. Ő egy nem létező, valóságban nem létező karakter, mégis iszonyatos rajongó tábora van Japánban. Ő, én azt gondolom, hogy akár meg is tudna mozdítani embertömegeket bármilyen ügynek. Tehát ilyen szempontból lenne például potenciál. Most erről az jutott eszembe, hogy valójában a régebbi korokat nézünk, akkor mondjuk ott volt mondjuk például Sherlock Holmes, aki egy irodalmi figura, akit megírtak, és ugye amikor az alkotója már túlságosan is nyomás alatt érezte magát a teremtett figura miatt, akkor ugye meg akarta ölni, és írt is egy olyan történetet, amiben elvileg meghalt volna, vagy meghalt Sherlock Holmes, de fel kellett támasztania, mert olyan tömegek tiltakoztak a halála. Ilyen egy kitalált figurának, tehát hogy akkor is volt olyan, hogy egy kitalált figura is tudott embereket megmozgatni, de ember volt mögötte, tehát itt is nyilván ezek mögött, a figurák mögött, akik nem léteznek, emberek vannak. Igen. És hogyha bárkit megmozgatnak, vagy bárkire hatást gyakorolnak, azért mégiscsak a mögöttük lévő emberek gyakorolnak hatást az emberekre. Tehát megint csak ott tartunk, hogy az emberi tényezőt azt nem lehet kivonni az EMI alkotásaiból, meg úgy egyébként az alkotásból sem. Köszönöm szépen a véleményeteket, köszönjük a figyelmet, sajnos ennyi fért bele a mostani műsorunkba. Új műsorra legközelebb április 22-én jelentkezünk, és köszönöm a hallgatóknak is a megtisztelő figyelmét, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.